Természetesen megvoltak a helyzeteink, úgyhogy csak gratulálok a csapatnak, hiszen tényleg mindent megtettünk annak érdekében, hogy megnyerjük a mérkőzést. Az ellenfél meg azért jött, hogy ásott egy bunkert a kapu elé, talán kapura lövésük se volt, és így el tudnak vinni egy pontot. Hát ez borzasztó, de hát ez általában ez úgy van, hogy a futball két csapat játsza, itt az egyik fél az nem akart futballozni, mellette még a bírókkal meg nem foglalkozunk, mert azt hiszem, hogy ez fölháborító itt a Fradi pályán, hogy a négyes számú bíró állandóan velem foglalkozik, és azt nézi, hogy én mit csinálok. Tehát azért hol láttunk már olyat, hogy egy Fergusont, egy Wengert vagy akárkit is, minden percben a negyedik bíró rendre utasít. Várjunk egy pillanatra, hát azért vannak játékszabályok is. A edzőnek bármikor, ha van észrevétele, vagy ha én úgy látom, hogy falt volt, vagy nem volt falt, hadd tegyem a szóvá. De azért egy-két jelentet visszanéznék például, hogy a debreceni ki kellett volna állítani, vagy esetleg mikor a kapus, hogy kívül fogta meg azért a labdát. Biztosan Púl Sándorék a harmadik félidőben fognak ezekről beszélni. Ő védi a Mundér becsületét, ő nem fogja megmondani. Egy picit még a mérkőzésről beszéljünk. A második félidőben talán elfogyott a lendület. A Szomália kiválása volt a elsősorban ennek az oka? Természetesen Szomália is hiányzott, de hát nem hiszem, hogy fogyott volna a lendület. Hiten végig ott játszottunk a Honvédnak a kapujánál. Egyszerűen hibáztunk, mert nagyon sok lövőhelyzetünk volt, és nem rúgtunk kapura. Valahogy be akartuk gyömöszölni a labdát a kapuba, úgyhogy ez hiba volt, de én azt mondom, hogy a másik védőben nem nagyon jött át a Honvéd a térfelünkre, úgyhogy veszélyt nem jelentettek a kapunkra meg. A Kaposvár és a Baks, de most már Honvéd volt a harmadik csapat, aki nem futballozott ide. Tehát ahhoz, hogy futball alkuljon, ki kell két csapat. Itt az ellenfél egyértelműen beállt védekezni, tehát az mindent elmond, hogy a jóval lementének nem volt védeni valója. 90 perc alatt Pécset egy védése volt, egy a harmadik percben szabadrugás, most nem kellett neki védenie, tehát nem volt kapura lövés. Szomálinak, Pöröskeinek is volt két nagy helyzete, és még ott volt egy-két olyan szituáció, amiből volt lehetett volna szerezni. A másik fél időben viszont igazság szerint Szomália kiválása után nem tudtuk azt a játékot nyújtani, mint amit az első fél időben. És érthetetlen volt, hogy a játékosok nem rúgtak kapura. Tehát nagyon sok olyan lehetőség volt, amikor kapura lehetett volna lőni 16-18 méterről. És nem vállaltuk ezt fel, rossz döntéseket hoztunk. Véleményem szerint a mérkőzés kimenetelében a játékvezető is nagyon-nagyon benne volt. Gondolk itt Szomália, súlyos ősére holnap operálni kell. Kapus kín fogja meg 16-oson kívül a labdát, nem látják. Belickit utolsó pillanatban lerántják, nem látják. A negyedik játékvezető 90 percig csak velem foglalkozik. A világon mindenki edző reklamál, hiszen nem 60-as búzussal játsszuk ezt a mérkőzést, a mi búzusunk is fölmegy. Úgyhogy összességében elveszítettünk két pontot.